Vonzóbbá vált a pedagógus pálya az utóbbi években, a szakma megbecsültségéhez az életpálya modell is hozzájárult. Máshogy pozícionálják a fiatalok a munkaerőpiacon a szakmát, mint korábban, ám hozzá kell tenni, hogy a pedagógus hivatás és szerep is sokat változott. A hagyományos pedagógus szerep stabil, jól körülhatárolt jellemzői, mint tanítani, nevelni, személyiséget fejleszteni, már régen megváltozott és kiegészült. A tanári pályán a szakismereti felkészültség mellett más kihívásoknak is meg kell felelniük a pedagógusoknak. A mindennapi munkájuk során nagyszámú társas interakcióban vesznek részt, számukra különösen fontos a hatékony kommunikáció, a probléma megoldó készség fejlesztése. Mindemellett a saját személyisége viselkedése, mint a diákok előtt. A ma pedagógusának kapcsolatrendszere szerteágazó, munkájában mindig az aktuális igényekre reagál. Kiváló kommunikációra képes, konfliktus helyzeteket megelőz, szociális készségét, empátiáját munkájában használja. Reflektív és folyamatos változásra képes. A stúdióban köszöntöm dr. Pinzes Mariannát, jó estét kívánok! Jó estét mindenkinek! Valamilyen ideális képet próbáltunk itt ebben a néhány gondolatban felvázolni, vagy felfesteni, amit a ma tanárával, vagy pedagógusával szemben elvár a társadalom. Tudjuk, hogy ettől sokkal összetettebb a kép, és összetettebb helyzetben is vannak a pedagógusok. Van-e lehetőségük önfejlesztésre, és olyan készségek fejlesztésére, ami segíti a munkájukat, a hivatásukat bármilyen területen, amit itt most említettünk? Hát azt gondolom, hogy tanulni holtomiglan lehet, tehát hogy az élethossziglan tanulás az nem csak egy papíron megjelenő dolog, hanem valóban míg élünk, tanulunk. Egyébként is tanulunk, de lehet ezt szervezett keretek között is csinálni. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat változott a társadalom, tehát hiába az egyetemeken elsajátítanak alapvető ismereteket a pedagógusok, a való életben a szituációk teljesen mások. Tehát ahogy szoktuk mondani, a gyerekek nem biztos, hogy olvasták azt a fejezetet, hogy kell viselkedni. Ugye az egész társadalom fel van bojdulva, azt gondolom, számtalan konfliktus helyzet van, nagyon sok kihívással kell szembesülni, otthon a családi környezetben is, természetesen a munkahelyeken is. Az iskola az egy nagyon-nagyon sajátos munkahelyi környezet, hiszen ott van a dolgozó, a pedagógus, aki tulajdonképpen a jövő nemzedékét neveli. Tehát az, ahogy ő viselkedik, ahogy ő tanít, ahogy egyáltalán szakmailag felkészült, és tudja az életét rendezni, ugye egy következő generációra is hatással van. Azok a programok, amelyek manapság elindultak, több fókuszúak. Tehát van, amely az oktatási technikát fejleszti, tehát hogy hogyan kommunikáljanak a pedagógusok mondjuk egy sajátos célcsoportba tartozó gyerekkel, illetve hogy hogyan tudják a saját életüket jobbá, boldogább, kiegyensúlyozottabbá tenni. Ugye a stressz az vele jár az életünkkel. A Selye János azt mondta, hogy a stressz az élet súlya, mint a só, ha túl sok van belőle, azért az elég nagy baj, de ha nincs, akkor azt hiszem meghaltunk. Szóval, hogy valamennyi stressznek kell lenni. Az, hogy ez ki mennyire tudja kezelni, az nyilvánvaló változó. Ha valaki rosszul reagál, és folyamatosan túlterhelődik, tehát ez a negatív stressz az nem kezelődik, hanem folyamatosan rakódnak a problémák, akkor előbb-utóbb egészségkárosodás, vagy akár kiégéshez vezethet. Azért nagyon sok szakmában előfordul, hogy egy idő után már tulajdonképpen elengedik az ott dolgozók, és már nem tudnak teljes lendülettel abban a munkában teljesíteni. A pedagógusok nagy része azt mondja, hogy olyan sok változás éri az ő szakmájukat, akár tartalmilag, akár formailag, és hát ugye a társadalom is folyamatosan változik, ehhez igazodni kell, hogy nagyon nehéz ez az igazodás, vagy ez a mindenkinek való megfelelés. Kapnak-e olyan felkészítést tréningeken, továbbképzéseken, ami azt segítheti, hogy ennek megfeleljenek? 2002-ben érkezett Magyarországra egy amerikai program, amit a Duke Egyetemen dolgoztak, ez az életkészségfejlesztő program. Nagy mintán országos szinten értékelték ennek a hatékonyságát, Kopp Máriáék és munkatársai. Ma már megszületett egy nagyon speciális formája ennek a tréningnek, ami kifejezetten pedagógusoknak szól, tehát az ő életterüket, az életkészségeiket, a helyzetüket és a lehetőségeiket veszi figyelembe a program. A fókusz maga pedagógusoknak
pedagógus. Tehát nyilvánvalóan készségekkel is foglalkozunk, ami a diák, pedagógus, szülő, pedagógus, pedagógus, pedagógus közötti kapcsolatokra fókuszál, de a lényeg az, hogy hogy tud a pedagógus úgy teljesíteni a hétköznapi kihívások során, hogy a saját boldogságát, egészségét és a szakmai elkötelezettségét meg tudja őrizni, és arra is felhívjuk a figyelmet, hogy változik a társadalom. Tehát sok-sok évvel ezelőtt bementünk a könyvtárba, levettük a könyvet, elolvastuk a megadott fejezetet, hát vagy nem, ki hogy, de a mai fiatalság már nem a könyvtárba jár. Tehát a technológiai fejlődés az becsúszott most már az iskolába is. Erre a pedagógusoknak érdemes felkészülni, és ha ezt az eszközt jól használják, akkor tulajdonképpen könnyebbé tehetik a munkájukat. Az nagyon fontos, hogy az eszköztár illeszkedjen a célcsoport helyzetéhez, elvárásaihoz. Tehát a mai fiatalok, már az óvodások is jól kezelik a telefont, a számítógépet, tehát nem várható el, hogy áhítatta, figyeljék a tanárt, aki egy órán keresztül mondjuk egy száraz anyagot mond, hanem más-más fajta eszközöket is be kell vetni. Mi a tréning során filmrészletekkel, illetve interaktív játékokkal is színesítjük a programot. Van persze szakmai háttér is természetesen, hiszen a tudományos hátteret is meg kell ismerni, hiszen abban is nagyon-nagyon sok változás, illetve fejlődés van, de a hangsúly az tulajdonképpen a gyakorlatra fókuszál, tehát ez egy gyakorlatorientált, 30 órás akkreditált pedagógus program, ami azt gondolom, hogy egy nagyon újszerű, nagyon izgalmas és rendkívül hatékony. Igazából akkor működne jól, hogyha a szülők és a gyerekek is egy hasonló programban részt tudnának venni, és akkor, mikor arról beszélünk, hogy itt van egy probléma, és akkor filézzük, tegyük föl a 4 kérdést, és akkor mindenki azt mondja, hogy ja, persze azt ismerem, és túlépünk ezen a problémán. Tehát ha tudjuk, hogy a másiknak is milyen készségei vannak, mi is jól tudjuk alkalmazni a sajátunkat, azt gondolom, hogy sokkal kevesebb konfliktus lenne az iskolában. Ez a sok-sok változás, ami érinti a pedagógusokat, és nyilvánvalóan nem mindenki egyformán reagál erre. Van, aki rugalmasan kezeli, van, aki tud változtatni, tud reflektálni a saját munkájára is, ugye ez is elhangzott ebben a kis bevezető anyagban, az talán könnyebben veszi, vagy veheti az akadályokat, de mi a tapasztalat ezeken a tréningeken is, mi mutatkozik meg, tudnak-e váltani, változtatni a pedagógusok, hát tulajdonképpen az egész hivatásukban, úgy mindenben. Hát én azt gondolom, ugyanúgy, mint minden más szakmában, ha nincs a kiégés végső fázisában, amikor már valóban nem érdekli semmi, csak valahogy túlélni azokat a napokat, amiket a munkahelyen kell tölteni, akkor van egyfajta motiváció változásra. Azt persze látni kell, hogy egy tréning mondjuk szakmai politikai változásokhoz nem fog vezetni, nincs varázsveszünk, és nem tudjuk megoldani a költségvetési vagy szervezési kérdéseket, de arról tudunk beszélni, hogy hogyan tudjunk úgy reagálni, hogy a mi egészségünk, az integritásunk védve legyen. Beszélünk ebben a programban például az agresszivitásról, tehát hogy hogyan lehet a bántalmazást kezelni mondjuk az iskolai körülmények között, hogy lehet közvetíteni egy krízis helyzetben az érintettek között. Ez egy kicsit a mediáció, nyilván nem mediátorokat képezünk. Tanítunk relaxációs gyakorlatokat, amelyeket elsősorban a pedagógusok saját magukon tudnak gyakorolni, de bizonyos esetekben és bizonyos formában ezt a gyerekeknek is át tudják adni. Tehát eszközöket adunk a saját egészség fejlesztésére, életkészségek fejlesztésére és olyan eszközöket is, amit a hétköznapi szakmai munkában is föl lehet használni. Az e fajta programok valamilyen támogatást kapnak-e? Ugye az Európai Uniós programokban vagy pályázatokban is voltak korábban is olyan lehetőségek, amelyből ilyenfajta képzéseket lehetett finanszírozni. Hát itt a megyében 2008 óta szervezünk ilyen tréningeket nagyon-nagyon sokféle célcsoportban. Jelentős részük valóban uniós forrásokat felhasználó pályázati programok keretében valósult meg. Nagyon remélem, hogy a későbbiekben is lesz erre lehetőség, hiszen a célunk az, hogy minél több ember vegyen részt ilyen vagy ehhez hasonló programokban, hogy ha a helyzet talán nem is lesz rózsás, de a hozzáállásunkon, ha tudunk változtatni, akkor talán könnyebben fel tudunk készülni a változásokra, és hát meg tudjuk őrizni a saját egészségünket, boldogságunkat. Most jelenleg is fut ilyen program itt a megyében. Hogyan érhetik el a pedagógusok?
A életkészség programnak van egy országos honlapja, hiszen a Seje János Magyar Tudományos Magatartás Olvoslási Társaság tulajdonképpen a gazdája ennek az egész programnak, tehát egy szakmai szervezet, aki felügyeli, irányítja és szervezi ezeket a tréningeket, a www.életkészségek.hu ékezetek nélkül. Ezen a honlapon lehet több információt, szakmai háttéranyagokat megtalálni, illetve lehet olvasni azokról az egyéb célcsoportoknak szóló programokról is, amelyeken talán érdemes részt venni. Egyénként, gyerekként, pedagógusként, egészségügyi vagy szociális szakemberként is akár. Dr. Pénzes Marianna, köszönjük szépen az információkat. Köszönöm a lehetőséget.